Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm dr. Alapszegi Zoltán jegyző urat, Hitler Péter alpolgármester urat, az önkormányzati képviselő urakat, asszonyokat, illetve kedves vattestvéreket, Esperes atyát, Vász Ferenc atyát, Csóbai Károly atyát, akik megtiszteltek jelenlétükkel, kisnővéreket, és hát az elhívásunk mondatta, hogy a lengyel magyar két jó barát együtt harcol, Sissza a barát, ennek a mottójával és ennek a kicsit vicces, de mindenki által ismert mondatnak a mögöttes szeretetével Péter atyát, aki krakói tartományból jött el hozzánk, egészen pontosan Zakopánéban van egy lelki gyakorlatos ház, ennek a vezetője, ő fogja tartani a szembeszédet. Javaslom, hogy nyissuk ki a szívünket, a lelkünket, hiszen nagyon sok kegyelmet elkészített nekünk, és boldogan, illetve hitünkben megerősödve tudjuk majd tovább haladni a hit útján, illetve az aránytunk útján, amire meghívott bennünket a most. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. Testvéreim, mielőtt Isten igét meghallgatjuk és Krisztus áldozatában részt veszünk, kérünk Istentől bűneit bocsánatát. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és választással. Én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságot, mindenkor szekvételen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazom nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Thank you.
Szentleg Isten, Te összeplőtelen szűz Máriát, fiat, édesanyját, testével, lelkével az örök dicsőségbe emelte. Ott hagy minden kar az ő odafönt, valukra törekedjünk, és egy kar vele együtt részesei lehessünk dicsőségednek. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélek egységben, Isten mindörökön örökké. Gyermekek eladották,
szerzetesek kerestek egy kolostorba egy különleges könyvet is megtaláltok, és ebben a könyvben olvasgattok egy olyan nagyon érdekes dolog, hogy valahol a világban van egy hely, ahol találkozik föld és ég. Van egy közös pont, ahol találkozik a ég földdel. Wszyscy tak najbliżej w zasadzie podobnie do tego klasztoru, więc postanowili, że skoro w tej księdze są jeszcze wskazówki, jak znaleźć to miejsce, to wszyscy wybiorą się w podróż. Indultak az útra, és ahogy közben is beszélgettek egymással, tehát úgy gondolták, hogy hát minnyáján igazán ilyen helyen laktunk eddig, ahol igazán ég van, és nagyon szépen együtt élünk. Mégis indultak, hát kíváncsiak voltak, hogy hol találkozik az ég a földdel. Rzeczywiście wszyscy wyruszyli w wieloletnią podróż, przechodzili przez pustynię, płynęli przez morza, przez dzikie podstępy, pełne dzikich zwierząt. Bardzo dużo niebezpieczeństw przeżyli i na morzu, i głodu, i chłodu, kiedy przychodziła zima, i niebezpieczeństw od zbójców. Podróż trwała wiele lat, zanim zgodnie ze wskazówkami księgi doszli do miejsca, gdzie niebo stykało się z ziemią. Amikor indultak, nem tudtak, hogy nagyon hosszú lesz az út. Mégis mennek. És nagyon több éven keresztül mentek, és hát különféle időjárással is találkoztak, esett az eső, havazott, hideg, meleg, többféle emberekkel találkoztak, mégis mennek. Ezzel a reményen, hogy találkoznak ezen a helyen, ahol találkozik az ég a földdel. És mégis több éven keresztül mentek, és mégis találkoztak ezt a helyet. Znaleźli małą, zamkniętą furtkę, także nikt przez nią przez wiele lat nie przychodził. Otworzyli drzwi, weszli do środka i okazało się, że są w swoim własnym klasztorze. Amikor megérkeztek, vettek észre, hogy ez a ég földdel találkozó hely, ez egy nagyon érdekes hely. Egy régi ajtó, ismerős ajtó, ismerős is a mellette lévő terület, nyitják meg az ajtót és mennek be. És itt nagy meglepető is. Találkoztok ezzel a helyen, visszatértek erre a helyre, ahonnan indultak, a saját kolostorába érkeztek. Itt találkozunk a mai napon ezzel a szép ünnep, ez a mai ünnep, igazán ez a találkozás, az égnek és a földnek találkozása. És ezen a mai ünnepen külön kell, hogy emeljünk ezt a legendát, vagy ez a mesét, amit ezelőtt mondtunk. Hogy Mária a földből a mennybe ment, vagy fölvetett. To także medytujemy drogę każdego z nas, którą pokazuje Maria. Mamy iść do Niego. A Mária mai ünnepen mutatja, hogy milyen, tehát honnan indulunk, és mégis nem tudjunk, hogy merre érkezünk, csak mutatja nekünk az utat. Az utat, amit, ahogy ezek a szerzetesek írtak, nem egyszerű. Találkozunk különféle időjárással, különféle emberekkel, és mégis megérkezünk erre a pontra, hogy megyünk az Úrral találkozásra. A tego nieba możemy doświadczać właśnie w klasztorze naszego życia, w naszej pracy, w naszych relacjach, w małżeństwach, w naszej służbie, we wspólnocie. Tam jest taka przestrzeń, gdzie Pan chce też przez Maryję, żeby niebo stykało się z ziemią, przeze mnie. A mi életünk is. Ez mindegy kolostor. Nem csak mint a szerzetesek, akik élnek szép életet, mutatnak, hogy kell élni, és külön lehet venni észre, hogy a keleti
területeken, ahogy szerzetesek élnek, nagyon szépen és nagyon buzgón élnek dolgokat, és többféle módon találkoznak a dolgokkal. Ugyanúgy mi, a mi életünkben is, a családon belül is, a saját körében, ahol élünk, ahol dolgozunk, ez a mi találkozunk, a mi találkozásunk, és amit vezet igazán erre a pillanatra, a találkozás pillanatára, ahogy a jobba és a rosszba kell, hogy az úton, ahol vagyunk, kell, hogy találkozunk a Máriával, aki mutatja ezt az utat az ég felé. Jak to zrobić, żeby przeze mnie niebo przychodziło właśnie w przestrzenie, gdzie żyję? To trochę dzisiaj pokazuje Słowo Boże, Słowo z Ewangelii, które słyszeliśmy. A mai Ewangeliumban olvasunk, és külön a mai ége az Ewangelium konkrétan mutatja, hogy és mit kell tennem, hogy szép életet éljek. Maria po zwiastowaniu wybiera się do Ein Karim, do swojej krewnej Elżbiety. Około 140 km, 4 dni podróży. Tehát körülbelül Mária, amikor megtudja, hogy gyermeket vár, és úgy találkozni akar az Ein Karim Erzsébettel, indul ezt, körülbelül 4 napon keresztül utazik, hogy találkozzon a Máriával. Ő Elzsébettel. Mária és Elzsébet találkozása. Tak jak jest to tłumaczone, często to robi to pośpiesznie. Nagyon gyorsan teszi meg ezeket a dolgokat, amikor megtudja, hogy Erzsébet gyermekeit vár, azonnal csomagolja és indul az útra. Natomiast w języku greckim, które była pisana Ewangelia, jest użyte takie słowo metaspoudes. Metaspoudes, ez ilyen görög kifejezés. To słowo oznacza gorliwość człowieka wierzącego, który udaje się w pielgrzymkę, po to, żeby przeżywać wielkie dzieła Boże. Ez a kifejezés mutatja egy ilyen, vagy rámutatja egy ilyen emberre, aki indult egy útra, utan van, és szent életet akar élni, vagy szent életet él, és szeretne élni ezt az életet. Maria idzie do Elżbiety po to, żeby z nią przeżywać obecność Pana Boga. Mária elmegy Erzsébethez, és vele együtt szeretne ünnepelni ezt a nagy öröm, amit megtudta, hogy Erzsébet gyermekét vár is. Kiedy wchodzi do Elżbiety, proste pozdrowienia sprawia, że Elżbieta otrzymuje tego ducha Maryi, zaczyna uwielbiać Pana Boga, uwielbiać przez obecność Maryi. Mária, amikor találkozik Elzsébettel, és ez a találkozás pillanata, a Máriától annyira sugárzik az öröm, hogy Elzsébet kezd énekelni ezt a szép éneket. To jest taka główna wskazówka chyba z dzisiejszej Ewangelii, że ja mogę, tak jak Maria, wybrać się w taką pielgrzymkę metaspoudes. Stąd do mojego domu, do mojego miejsca pracy, w sąsiedztwo, w relacje, do męża, do żony, do wspólnoty. Tehát ez a jelenet, amit ma olvasunk az Evangeliumban, ez a találkozás pillanat, és ezt gyorsan minden megtette Mária, és indult az Erzsébettel való találkozása, tehát az a mi életünket abrazolja. És az a görög kifejezés is bátorítja az embert, hogy szép életet kell, hogy éljünk, és ha találkozunk valakivel, kell, hogy sugározunk ezt a jóságot, ezt a szeretetet, amit Mária sugározta az Erzsébet felé. Wtedy w te miejsca wchodzę z duchem błogosławieństwa, błogosławię Pana Boga. Jak tego nie ma, to pojawia się niezadowolenie, to pojawia się niechęć. Przychodzę w miejsce pracy, mówię, ojej, znowu ta praca. Przychodzę do męża, znowu ten mąż, znowu te same kłopoty, znowu ten kłopotliwy mój świat, dom, same problemy się I na mikor találkozik Mária Erzsébettel, ez ugyanúgy, mint amikor én elmegyek, és ha erős vagyok, és igazán az én lelkem van egy ilyen pozitív, és az Isten lelke, ott sugárzok
a jót, a vidámságot és szépet. És utána, ha az én szívemben van mindig szomorúság, rosszosság és minden rossz, nem tudok úgy áldodni ezt a szép lelkét, képét, vagy nem tudok sugározni a jóságot vagy a szépet a másik ember felé. Vagy az én találkozásom másik személlyel nem lesz teljes, lesz hiányos. És utána ez az egész indítja egy szomorúságot, a rosszosságot és dolgokat. Ezért nagyon fontos, hogy ez a találkozás pillanata legyen. Elsősorban itt az, mint ahogy Mária mutatja, Mária és Erzsébettel való találkozás, és a mi életében a mi találkozásunk az Istennel és Mária által és Jézussal, és kell, hogy hozza az öröm, a jóságot, a szeretetet. Przeżywam trudy, przeżywam krzyże, przeżywam cierpienia, ale przychodzi przeze mnie cały czas błogosławieństwo w tym, co robię, w tym, co jest trudne. 4 dni pielgrzymki Maryi po tamtym terenie niesamowity trud, niesamowite niebezpieczeństwo. Ez a 4 napos út, amit Mária tette Erzsébet felé, vagy az Erzsébet házába, ez a mint mutatja, hogy mind a lelki gyakorlat nagyon sok nehézségen keresztül az ember, mikor indul, kell, hogy magába nézzen egy kicsit, és utána, amikor megérkezik, kell, hogy ezeket a rossz dolgokat, ami volt a körülten, kell, hogy szabaduljon az ember, és szép és jót sugározzon, ahogy Mária sugározta az Erzsébet felé. Amikor indulunk, amikor vége lesz a mai szent áldozatnak, és amikor indulunk a mi haza, a mi saját a családi körében, és az után imádkozunk, hogy találkozhassunk Máriával, és vele együtt megyünk a saját családi körében, hozhassunk a Máriát is, és hozunk ezt a nagy, jó, pozitív hullámot is, nagyon pozitív energiát, és nagyon pozitív dolgokat, hogy a család is érezze, hogy igazán egy ilyen helyen voltam, ahogy az ember valamit kapott, és tudja átadni, hogy találkozzon ég az égbel, vagy a föld az éggel, ahogy Mária mai napon teszi ezt az utat földről az ég felé. Ojciec Artur pytał, ile będzie trwało kazanie. Powiedziałem, że z tłumaczeniem 15 minut. Właśnie to już jest 15 minut. Amen. Szeretne az atya megköszönni. Ígérte, hogy 15 percet fog beszélni, és valószínűleg sikerült ez az egészet. Ez itt. Dicsértessék Jézus Krisztus. Thank you.
Köszöntsük testvéreink, Ön legyen szívvel, a testben és lélekben megdicsérő Szent Szentet, és kérjük, hogy Jézus közvetlen közelségében támogassuk Jézus. Hogy a világ felismerje a nagy jelet, a mi dicsőséges asszonyunkban és az ő szent fián, Jézus Krisztus. Hallgass meg! Az egyház szüntelenül érezze a megdicsőült Szent Szűz anyai gondoskodását. Hallgassunk! Hogy a mennyország királynőjének közben járására minden nép elnyerje a béke ajándékát. Hallgass meg, Úr! Hogy a gyengék és a betegek erőt és reményt merítsenek a boldogságos Szent Szűz test szerint megdicsőülésétől. Hallgass meg, Úr! Hogy elmúlt testvéreink társaságában egykor mi is boldogan köszönhessük a mennyben felvett Szűzanyát. Hallgass meg őket! Istenünk, Te páratlanul csodás dolgot műveltél, amikor a boldogságot szűz testét és lelkét a mennybe fölvetted. Add, hogy megdicsőd Szent Anyád pártfogásával, gyarlóságunk ellenére is eljussunk hozzá a boldog örökké valóságunk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Thank you.
Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a minden ható Atya Isten előtt. Úrunk Istenünk, jussanak el itt húdoló adományunk, és a mennybe fölvett boldog asszony közben nyeresár, a szeretet tegye lángóvá, és emeljek hozzá szívünkre, Krisztus a mi Úrunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl a szívünket, hogyunk hálát Urunknak, Istenünknek, méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, élő és üdvös, hogy mindig is mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Úrunk által. Mert ezen a napon az Isten szülő szüzet fölvettet a mennyben, így üled egy házad megdicsülésének kezdete és példája, zarándok népe vigasza és biztos reménye. A romlástól méltán óvtat meg azt ütestét, mert csodálatosan világra hozta megtestesült fiadat, minden élet szerzőjét. Ezért mi is az angyalok orvosához társulunk, dicsőítünk téged, és újongva zengjük.
Valóban szent vagy, Istenünk, és méltán a dicsőj téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltesz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkeletül napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szentelt meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljünk. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elaltatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte tanítványainak adta, és így szólt. Vegyitek és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adaték. A vacsora után ugyanígy kezibe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiantatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva halás szívvel felajánljuk neked ezt az élői szent áldozatot. Tekints, kérünk egyházat áldozata adományára, ismert föl benne fiat áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magukhoz veszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Marią, ze świętym Józefem Błogosławieńcem, ze świętymi apostołami i uczennikami, ze świętym Franciszkiem z Asyżu, świętym Maksymilianem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami i ciebie. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben, földi zarándok útját járó egyházadat, szolgálat velünk pápákkal, Csaba püspökünket, a püspökök testületét, a papságot, és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színeden járjunk. Jóságos atyán, gond magadhoz irgalmasan, a világon szétszóródott valamennyi gyermeke. Elmúlt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velünk együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világon. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd minden ható Atya Isten, a Szentlélek eredségben. Minden tisztelet és dicsőség
mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsáról, és isteni tanításos szerint, így imádkozunk. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vitkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében is add meg teljes egységét. Élsz is uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr béké legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelét.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghívasztalához, Jézus az Isten báránya. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, magukhoz vetünk üdvösség szerző szentségedet. Ott kérünk, hogy mennyi fölvett boldog asszonyi közben járására a feltámadás dicsőségébe jussunk. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Szent misének az záró könyörgéssel szeretnék két dolgot mondani, az egyik, hogy adjunk hálát a Jóistennek, mert csak azért, hogy megengedte, megérjük ezt a mai napot, hanem azokért a kegyelmekért, amit most kaptunk, illetve legyünk hálások a boldogságos szűzanyának. Majd kiváló nap, hogy megköszönjük azt a sokróságot, amit mai nappal bezárulat kaptunk eddig az életünkbetőle, és még ezután még menjünk, milyen sok mindent fogunk kapni. A másik dolog, amit szeretnék hirdetni, illetve mondani, hogy köszönjük szépen mindenkinek, aki segítségével hozzájárult a mai ünnepnek a szépségének, az énekkarnak, a karmatornak, a vezetésével, illetve szeretném megköszönni Péter atyának, aki eljött, elfogadta a meghívást, és mindenki nagy szeretettel várunk, hogy szoktunk ilyenkor szentmise után, most kivételesen nem a kertre, mert tegnap nagyon fölázott a kert, és nem mertünk vállalni, hanem az étteremben mindenki nagy szeretettel várjuk, a Deák tér felől érdemes megközelíteni. Azt mondtam, hogy két dolgot mondok, de nem tudtam jól számolni, hogy mondani két harmadikat is. Az pedig az, hogy van egy bizonyos meghatározás, miszerint a komoly dolgokat már előre lehet tudni, és ennek a jegyében meg szeretnénk hirdetni ezzel a mai nappal egészen következő búcsúig, nem a nagy boldogasszony búcsúig, hanem a porcinkula búcsúig, az egyházközségi rendezvényeket készítettünk egy naptárt, amit hamarosan meg szeretnénk mutatni, illetve kiosztani kedves testvéreknek, illetve ezzel párhuzamosan szeretnénk a programokról mindenkit nagy szeretettel tájékoztatni, vagy e-mail formájában, vagy SMS formájában. Az utóbbi az SMS formátummal, azzal még dolgozunk, hogy összejöjjön, de akik szeretnének az egyházközség programjairól rendszeres tájékoztatást kapni, azok legyenek kedvesek, iratkozzanak fel. Lesz négy segítőnk, akik a üvegajtó, illetve a bejárat között lesz egy A4-es papír, ahol az adatokat föl lehet írni, és természetesen törvénynek megfelelően az adatkezelési szabályzatot be fogjuk tartani. És hogy milyen programok is lesznek ebben az évben,
a túrázástól elkezdve egészen át a szent dolgokon át, a lelki gyakorlatokon át, illetve a lelki készületeken át, nagyon sok minden, egy dolgot szeretnék kiemelni, hogyha ezt megengedik. November 15-én pénteken késő délutántól kezdődik egy lelki gyakorlat, és szombaton egész nap fog tartani dr. Török Csaba atya, professzor úr, illetve teológiai tanár fogja végezni ezt a lelki gyakorlatot Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak a jegyében, és azért péntek este és szombaton, mert a megítélésünk szerint sokkal könnyebb eljönni péntek este és szombaton egész nap itt lenni, mint hétközben három estét a Triduban, bár van, aki azt is meg tudja tenni. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, amiről mi gondoskodunk, hogy a Csaba atya, illetve aki ismeri őt, a Magyar Televíziónak a Rómából, bármelyik műsorokban ő a szakkommentátor, egy felnyeketesen jó előadó, egy nagyon okos ember, mindenkit csak bátorítani tudok. Gondoskodni fogunk szombaton az étkezésről, a családokat is nagy szeretettel várjuk, a gyerekfelnőtt lesz, illetve minden napról részletről fogunk mindenkit tájékoztatni. Akik szeretnék, megtehetik, hogy feliratkoznak erre a e-mail, illetve SMS formátumra, illetve hamarosan kézzelfoghatóan is ki fogjuk adni az éves naptárt, illetve a honlapon is elérhető lesz, ahol még is türelmet kérünk, illetve nagy szeretettel ajánljuk mindenkinek a figyelmét. Most már nincs más hátra, mint előre. Induljunk a hasonló képen, ahogy Szűz Mária útra kelt, igaz, most nekünk nem kell a hegyek közé mennünk elébe az ebédlőben. Köszönjük szépen, hogy együtt imádkozhattunk, hogy megtiszteltek a jelenlétünkkel, a közös imádságot, és hát az utolsó gondolat ez is még, hogy legyünk hálásak a Istennek, és legyünk hálásak a boldogságnak. Az Úr legyen veletek! Isten, aki a boldogságos Szűz Mária anyasága által küldte el a világnak a megváltást kegyelmét, adja reátok bőséges áldását. Érezzitek mindig és mindenütt a Szent Szűz segítő altalmát, hiszen ő által kaptatok meg az élet szerzőjét. Ma pedig, amikor az ő ünneplése áhítottas lélekkel összegyűltetek, vigyitek hozzá otthonotokból a lelki örömök és a kegyelmi javak ajándékát. Amen. Zsáldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért küldetéstek van, járjatok végig. Isten!